Méhnyakrák. Bár gyógyítható a betegség, évente mégis közel 400 nő veszíti életét hazánkban a méhnyakrák miatt. Bővülő feladatkör, újabb ügyek intézésében segíti tagjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 50 ezer vendégéjszaka, ennyivel számol első üzleti évében az ősszel megnyílt Hungest Hotel Sóstó. Bár gyógyítható betegség, a méhnyakrák mégis évente átlagosan 400 nő halálát okozza Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány 2014 őszétől ingyenesítette a 7. osztályos lánydiákok HPV elleni védőoltását, amellyel megelőzhető a betegség, idén pedig már azt szorgalmazzák, hogy a fiúk is megkapják a vakcinákat. Az orvosok és a különböző civil szervezetek az orvosi kontroll fontosságára próbálják felhívni a figyelmet a 14. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjain. Fontos, amit megosztasz. Ezzel a szlogennel kampányol a Májba Virág Egyesület 2020-ban a nőgyógyászati vizsgálatok fontossága mellett. A szervezet úgy látja, a méhnyakrák szűrés még most is tabu témának számít, pedig a nők körében rendszeresen végezendő szűrések közül ez az egyik legfontosabb. A betegség, ha korai stádiumban diagnosztizálják, egy műtéti beavatkozással gyógyítható, ehhez azonban elengedhetetlen a rendszeres szűrés. Talán a félelem az, vagy egy rossz tapasztalat az, vagy talán az, hogy mi nők magunkat mindig úgy háttérbe szeretjük tenni, és hogy ha nem nagyon fordulunk akkor orvoshoz, hogyha nincs baj. És pontosan ezen dolgozunk, hogy ne akkor menjünk már orvoshoz, amikor baj van, hanem előzzük meg a bajt. Tehát ezért is fontos, ezért is van jelentősége ezeknek a januári összejöveteleknek, rendezvényeknek, hogy mindig napra készen tartsuk azt, hogy igenis meg kell előzni, járni kell szűréssel rendszeresen. A szűrési hajlandóság tekintetében országos szinten is nagy elmaradásban van Szabolcs megye, tette hozzá Adorján Gusztáv. A kórház főigazgatója kiemelte, a HPV elleni védőoltást 2014 őszétől térítésmentesen kapják a 7. osztályos, 12. életévüket betöltött lányok, de az elmúlt időszakban a fiúk oltása is szóba került, amit támogat az orvostársadalom. Én mindenkit tudok biztatni arra, hogy igen, oltassák be kislányokat abba a 7. osztályos korba, sőt, ma már szó van arról is, hogy a fiúkat is fogják oltani. Ugye a humán papilloma vírusnak egy bizonyos csoportjának az oki tényezőként szerepel a méhnyakrák kialakulásában, hogyha ezt meg tudjuk előzni, akkor gyakorlatilag a betegségét is meg tudjuk előzni. Én nagyon örülök neki, hogy egészségügyi közgazdászok kiszámolták azt, hogy most nem egy-két év, nem választási ciklusonként lehet várni az eredményt, hanem majd későbbiek folyamán, ez egy nagyon komoly döntés volt. Bízunk benne, hogy néhány évtized múlva akkor mi is már arról beszélgetünk, hogy igen, van, de gyógyítható, megelőzhető, és én mindenkit arra tudok biztatni, hogy 2 vagy 3 évente menjen el nőgyógyászhoz, és végeztesse ezt a szűrővizsgálatot. A védőoltás akkor lehet a leghatásosabb, ha a vakcinát a lányok 9 és 15 éves koruk között megkapják. A védettség eléréséhez fél éves időközzel 2 oltásra van szükség ebben a korosztályban. Adorján Gusztáv hozzátette, ha valakinél egy szűrés alkalmával HPV fertőzést állapítanak meg, nem kell rögtön kétségbe esni, ebből a vírusból sokszor a szervezet is ki tudja gyógyítani saját magát, ezért fontos az immunrendszer szerepe. Ezt két tényező gyengítheti nagymértékben, a dohányzás, illetve ha valaki túl gyakran váltogatja a szexuális partnerét. Ennek is köszönhető, hogy a 20 és 30 közötti korosztályt érinti a leggyakrabban a fertőzés. A leghatékonyabb védekezés az egészségügyi szűrés, ezért ez azoknak is javasolt, akik korábban már megkapták a HPV elleni védőoltást. Nyíregyháza és a helyi szervezetek ebben az évben is csatlakoztak a 14. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjaihoz. A Nyíregyházi Leány és Nőegylet Egyesület már 7 éve alakult, a nőket érintő problémákra próbálják felhívni a figyelmet. Célul tűztük ki az alapításkor, hogy legfőbb feladatunk a nők
egészségének a védelme, kulturális értékének megteremtése, és ugye az első olyan egészségének a védelme, tehát ezért úgy gondoltuk, hogy minden olyan programban részt veszünk, amely a nők egészségét szolgálja. És így történt ezelőtt 4 évvel, amikor elsőként Nyíregyháza csatlakozott az Európai Méhnyakrák megelőzési 7 programjához. Tehát immár 4. alkalommal csatlakozunk, és igyekszünk ezt a programot megszervezni. A Nőegylet nem önállóan szervezte a programot. Szakmai együttműködésben a Debreceni Egyetem egészségügyi karának védőnői módszertani és népegészségtani tanszék munkatársai is részt vettek a lebonyolításban. A Nyíregyházi Egyetem kancellárja dr. Kvanc József 2020. január 20-án benyújtotta lemondását magasabb vezetői beosztásáról. A kancellári feladatokat az átmeneti időszakban a Vagyongazdálkodási Központ vezetője látja el. A fenti személyi változás a Nyíregyházi Egyetem folyamatos, zavartalan működését és jövőbeni munkáját nem befolyásolja, tudatta közleményében a Nyíregyházi Egyetem vezetősége. Újabb ügyek intézésében segíti tagjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, miután január 1-ével tovább bővült a szervezet feladatainak köre. Immár a kamara végzi a családi gazdaságok nyilvántartását, emellett a mezőri szolgálattal és a meg nem művelt mezőgazdasági területek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is átvette a kormányhivataloktól. Így pattan el. Egyre gyakrabban nehezíti meg az időjárás a gazdálkodók életét. Ilyen viszontagságok mellett épp elég a termeléssel és értékesítéssel foglalkozniuk, azonban számos bürokratikus teher is nyomja a vállukat. Ezek csökkentése céljából kerültek át specifikus agrárigazgatási feladatok a kormányhivataloktól az agrárkamarához. Az év elejétől a családi gazdálkodók nyilvántartását is a szervezet végzi. Idehaza sokan dolgoznak ilyen formában a mezőgazdaságban. Körülbelül országos szinten 23 ezer ilyen családi gazdálkodó működik, körülbelül 80 ezer tagja van ezeknek a családi gazdálkodóknak. Hát a mi megyénkben elég nagy számban vannak, pontos adatot azért nem tudnák mondani, hogy hány családi gazdálkodó van, de mivel itt az elaprózott területeken a agrárgazdasági kamara tag is a legnagyobb létszámmal rendelkezik, így biztos mi első helyen vagyunk itt országos szinten ezekben a családi gazdaságokban is, ugyanis elaprózott területen gazdálkodunk. Január 1-től a mezőőri szolgálat szakmai felügyeletéért is a kamara felel. Rácz Imre szerint a rendszerváltás környékén a TSZ-ek és állami gazdaságok idején jól működött ez a rendszer. Most azonban mezőőrök hiány leginkább polgárőrök segítenek fellépni a telephelyekre betörő vagy terményeket ellopó illetéktelenekkel szemben. De ők nem biztos, hogy rendelkeznek erre alkalmas járművekkel. Ezért fontos mind a kamarának, mind a gazdálkodóknak, hogy a rendszer jobban működjön. Ehhez, mint mondta, megoldást kell találni a finanszírozásra, vagy kötelezővé tenni az önkormányzatok hozzájárulását a szolgálathoz. Az önkormányzatok ugye az 50%-át finanszírozzák ezeknek a munkabéreknek, járulékoknak, és azt az állami támogatásként vissza tudják igényelni, és mi hagyjuk jóvá ezt az igényléseket, ami jogszerűen jár az önkormányzatoknak, illetve a másik felét a gazdálkodóknak kellene állni ennek a mezőri szolgálatnak, és most, ahogy átkerül itt hozzánk, most szembesülök azzal, hogy mennyire kevés százalékban valósul meg ez a támogatott mezőri szolgálata a mi megyénkben. Ez számokra lefordítva azt jelenti, hogy a megye 229 településéből mindössze 8-ban működik csak ilyen szolgálat. Az Agrárkamara olyan területek ellenőrzését is átvállalta, amelyeket a gazdálkodók nem használnak, valamint a belterületeken lévő 1 hektárnál kisebb területek nyilvántartását is ők végzik az év elejétől. Rácz Imre szerint a feladatok átvételével a kamara és a leterhelt kormányhivatalok is jól járnak. Első üzleti évében mintegy 50 ezer vendég éjszakával, és a főszezonban pedig 80-90% feletti telítettséggel számol az ősszel megnyílt Hungest Hotel Sóstó. A szálloda méretéből adódóan hiánypótló beruházásként épült fel, és az üzleti konferencia turizmusban is jelentős szerepet tölt be.
Fél éve még ilyen látvány fogadta a Sóstóra látogatókat, már végéhez közelített a Hungest Hotel Sóstó építése. Ezek a felvételek pedig novemberben a szálloda megnyitásakor készültek. A Sóstó fejlesztési program részeként több mint 4 milliárd forintból felhúzott négy csillagos hotel, 9000 négyzetméteres alapterületén a szobák és az étterem mellett 200 fős konferenciaterem, látványbár és mini wellness részleg is van. A 123 szobás létesítményt a Hungest Hotel szállodalánc üzemelteti. Többségi tulajdonosa Nyíregyháza önkormányzata, kisebbségi tulajdonosa pedig a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Utóbbi vezetőjét a beruházás és a hotel jelentőségéről kérdeztük. Nagy befogadó képességű szálloda nincsen, nem Nyíregyházán. Ebben a nagyságrendben 100 szoba fölötti abszolút nem volt, tehát ez önmagában egy hiánypótló szerep. Ha hozzáveszünk azt, hogy a fürdővel, ezt már elmondtam, az összeköttetése ilyen sem volt, jelenleg nincs is rajta kívül itt Nyíregyházán, illetőleg a konferencia turizmus szempontjából is egy nagy hiátus, amely eddig a városban nem volt jellemző. Az, hogy egy 100 szoba fölötti szállodában tudjunk egy 150-200 fős konferenciát, lakos konferencia résztvevőit elszállósoltatni, és ugyanabban az épületben a konferencia funkció is biztosított, ilyen abszolút nem volt. A konferenciák szervezésének létjogosultságát mutatja, hogy október végétől 7 ilyen eseménynek adott otthont a szálloda, amely a térségben működő Multikkal is kötött szerződést az ezeknél a vállalatoknál dolgozók elszállásolására. A hotel fő célcsoportját ugyanakkor a családok alkotják. Az első teljes üzleti év vendégszámát illetően bizakodó az üzemeltető és a tulajdonosok. A július és az augusztus az mindig 80%-90% fölötti töltöttséggel üzemelnek a szálláshelyek. Nincsen annyi sok, olyan sok szálloda Nyíregyházán. Jellemzőbben a címmersejek alakultak ki, vagy épültek az elmúlt időszakban új címmersejek. Tehát erre a szállásra mindenféleképpen szükség volt. Éves szinten egyébként az első évben egy 50-55 ezer vendégészakával kalkulál a Hungest Hotel Sóstó. A szálloda a szomszédságában lévő élmény és parkfürdővel összenyitva működik, zárt folyosó köti össze a két létesítményt. Utóbbi üzemeltetőinek reményei szerint a szálló vendégek közül sokan látogatnak majd át a fürdőkbe. 8000 doboz adózatlan cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Záhonynál és Tiszabecsnél két kisbuszban. Egy ukrán kisbusz utasai jelentkeztek belépésre Záhonynál. A járművet a pénzügyőrök átvizsgálták, majd a gyanúsnak tűnő oldalkárpitokat megbontva cigarettacsempészetre házilag kialakított rejtekhelyeket találtak. Egy másik kisbuszt Tiszabecsen ellenőriztek, amelyben hasonló módszerrel rejtették el a csempészet cigarettát. A kisbuszokban 8000 doboz több mint 11 millió forint értékű adózatlan dohány lapult. A NAV munkatársai a sofőrök ellen költségvetési csalás büntet elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek, a füstölni valót és a járműveket pedig lefoglalták. Női szalon címmel új programsorozat indult kedden a Bencsvillában. A szervezők gondolatébresztő beszélgetésekre várják a fiatalokat is. Az első női szalon vendége Vasvirág író, újságíró volt, aki regényírásról és olvasásról is mesélt a jó hangulatú esten. Vasvirágot kedvelik a nyíregyházi olvasók. Ősszel járt a megyeszékhelyen, akkor legutóbbi regényéről beszélt. Most mesélt pályája indulásáról, szüleiről, Vas István Zoltán riporterről és édesanyjáról, aki az Ez a Divat című magazin újságírója volt. 17 évesen már saját rovatot indított Kis Generáció címmel, és annak ellenére, hogy külkereskedelmi főiskolát végzett, született bölcsésznek vallja magát. A női szalon vendégeinek beszélt arról, hogyan hívja életre karaktereit. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy milyen ma Magyarországon írónőnek lenni. Nem mindig egyszerű, mert hogy nagyon sokféle elvárás fogalmazódik meg a nőkkel kapcsolatban, ahogy egyébként a férfiakkal kapcsolatban is ugye minden összetettebb lett. Sokkal ezek a női férfi szerepeket most ugye együtt közösen újra fogalmazzuk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ami a saját karrieremet illeti, hogy egyrészt női újságoknál dolgoztam, ahol semmiféle hátrány nem jelentett ugye az ember nőisége, sőt, másrészt pedig tényleg én a médiában és a könyvszakmában
nem éreztem hátrányát. Ennek ebben nagy szerepe van a férjemnek is, nekem egy nagyon-nagyon támogató családi hátterem van. Vasvirág az Esten mesélt arról, hogyan tudja összeegyeztetni a családot az írással, és azt is elárulta, hogy hamarosan kezdi írni a 10. regényét, ami várhatóan 2021-ben jelenik majd meg. A női szalomba havonta egy alkalommal várják az érdeklődőket. A szervezők kávéházi beszélgetős hangulatot kívánnak teremteni a villában. Céljuk egy olyan társalgási fórum létrehozása, ahol a közérdekűségnek, a jó hangulatnak és közös gondolkodásnak szentelhetik idejüket a látogatók. Azt gondoltuk, hogy Nyíregyházán nyitottak lennének az emberek arra, hogy a kultúrát sokszínűen és sok szempontból megismerjék. Ugye nagyon azt lehet látni, hogy például nálunk a nyíregyházi könyvtárban is tömegek vannak egy-egy kulturális eseményen, és szerettünk volna nyitni a fiatalság iránt, és szerettük volna egy kicsit úgymond dobozba zárni a kultúrát, a művészetet, és olyan embereket meghívni, akik valóban letettek valamit az asztalra, és tényleg társadalmi véleményt formálunk. A jövő héten a Zenebarátokat várják a Bencs Villába, a Mesterhangszerek bűvöletében című estre. A női szalon következő estjét februárban rendezik majd. Megszerezte 7. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr NB1 zöld csoportjának 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen 72-55-re nyert a Törekvés Ese otthonában. Az NKS vasárnap Budapesten a listavezető TFS-e 2 ellen lép pályára. A mérkőzés előtt a tabellán azonos mutatóval álló csapatok összecsapásán a vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 3-20 perc játék után 12 ponttal vezetett az NKS. Fordulás után zárkózni kezdett a házigazda, de az egyenlítésig nem jutottak el a fővárosiak. A találkozó hajrája nyíregyháziaké volt, így végül magabiztos 17 pontos győzelmet aratott a közvetlen rivális otthonában Farkasinszky Gyuláné együttese. Az elején elhúztunk egy 6-8 ponttal, viszont utána a védekezésünkbe akadtak olyan hibák, amit kihasznált az ellenfél. Utána, amikor kijött egész perc letámadásra, akkor viszont komoly problémáink voltak, nagyon sok eladott labdánk volt. Ugye hiába próbáltuk elmagyarázni, hogy nem lehet labdavezetéssel oldalvonalhoz kimenni, nagyon gyakran beleszaladtunk ebbe a hibába, elhittük mi azt, hogy mi két emberen keresztül is meg fogjuk ezt oldani. Sajnos nem jött össze. Az igazság, hogy a játékvezetés az engedte ezt a néha kicsit, én úgy gondolom, a durvába átmenő játékot. Amikor beálltunk egy zóna védekezésbe, akkor sikerült valamilyen szinten egy kicsit a csapatnak a lendületét visszafognunk, és mi nekünk sikerült egy-egy olyan extra 3 pontos bedobni, ami aztán oda vezetett, hogy a félidőre megvolt az a 10 pontos előny, reményben abban, hogy ez a következő félidőben is megmarad. Ott aztán hirtelen egy 3 pont különbség lett pillanatokon belül. Hál' Istennek akkor a rutinosabb játékosaink azok igencsak toppon voltak. A nyíregyházi gárdára vasárnap ismét idegenbeli meccs vár, a TFS-e második csapata ellen lép pályára az NKS. Nem vár ránk könnyű mérkőzés, főleg úgy, hogy a Kovács Orsi az még mindig nem bevethető, tehát neki van egy ilyen kisebb okasérülése. A kadettjeink, juniorjaink pedig 7 nappal átéve mérkőzéseket játszanak, tehát itt mindenféleképpen muszáj valamilyen szinten az idősebb játékosainkat úgy terhelni, hogy a fiatalabbakra kevesebb teher háruljon. Ezért nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy tisztes helytállás, ami mindenféleképpen az elfogadható. Amennyiben sikerülne mégis mérkőzést nyernünk, akkor szerintem ez egy óriási eredmény lenne ennek a csapatnak. Az amatőr NB1 zöld csoportjának tabelláját a TFS-e második csapata vezeti 100%-os teljesítménnyel 12 győzelemmel. A nyíregyházi kosársuli 7 győzelemmel és 4 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást. Szombaton rajtól az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára 8. alkalommal kiírt Szabolcs Foci Info műfüves nagypályás torna. A téli felkészülést segítő sorozatra nevező 50 klubot területi elv, azon belül pedig erős sorrend alapján osztotta be az igazgatóság versenybizottsága 5-ös csoportokba. A műfüves felkészülési torna első hétvégén 18 találkozót rendeznek a 4 helyszínen, Nyírbátorban, Kisvárdán, Tarpán és Nyíregyházán.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bár gyógyítható betegség, a méhnyakrák mégis évente átlagosan 400 nő halálát okozza hazánkban. A kormány 2014 őszétől ingyenesítette a 7. osztályos lánydiákok HPV elleni védőoltását, amellyel megelőzhető a betegség, idén pedig már azt szorgalmazzák, hogy a fiúk is megkapják a vakcinákat. Rendszeres egészségügyi szűréssel, korai diagnosztizálással a méhnyakrák gyógyítható. Az orvosok és a különböző civil szervezetek az orvosi kontroll fontosságára próbálják felhívni a figyelmet a 14. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjain. Újabb ügyek intézésében segíti tagjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, miután január 1-ével tovább bővült a szervezet feladatainak köre. Immár a kamara végzi a családi gazdaságok nyilvántartását, emellett a mezőőri szolgálattal és a meg nem művelt mezőgazdasági területek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is átvette a kormányhivataloktól. Első üzleti évében mintegy 50 ezer vendég éjszakával, a főszezonban pedig 80-90% feletti telítettséggel számol az ősszel megnyílt sóstói Hungest Hotel. A 123 szobás 9000 négyzetméter alapterületű szálloda méretéből adódóan egy hiánypótló beruházásként épült fel, és az üzleti konferencia turizmusban is jelentős szerepet tölt be. Október vége óta 7 ilyen eseménynek adott otthont. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, január 22-én szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda éjjel az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, kezdetben helyenként ónoszcitálás, ónos eső, hózápor előfordulhat. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és -1 fok között alakul. Csütörtök estig többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 fok körül alakul. Péntekre, illetve szombatra virradó éjszaka több helyütt képződik köd és réteg felhőzet, amelynek egy része napközben is megmaradhat, emellett napos területek is lesznek. Vasárnap és a jövő hét elején erősen felhős idő lesz a jellemző, kevés helyen süt ki a nap is, néha gyenge eső, zápor, szombaton helyenként még ónoszcitálás is előfordulhat. A jövő hét közepén kissé erősödik a nappali felmelegedés.